Na hát szervusztok, ti kis gusztitánok, mi helyzet, hogy vagytok és mit csináltok? Na most srácok, az a helyzet, hogy 4 hónappal ezelőtt volt utoljára a Q&A, úgyhogy a kérdések is 4 hónappal ezelőttiek, de azért csapjunk bele. A következő Q&A-hez való kérdéseket ez alá, videó alá várom, és akkor a következő részben fogok azokra válaszolni. Na de nézzük a 4 hónappal ezelőttieket. Első kérdésünk Szupetár kérdezi. Ó, gyerekek, figyelitek, most már a YouTube átalakította, hogy a név alul kis halványon ott van, hogy a fő figyelem a kérdésen legyen magán. Tehát, hogyha valaki anyáz, akkor ne nagyon lásd ki azt, csak hogy anyázott. Kösz, YouTube-Bob! Szóval Szupetár kérdése. A kérdésem, ha ma van, akkor ha a mama ma született volna nekünk ma, szóval a mama nem ma született? Pontosan. Kis Tiboré, a következő kérdés. Szia Gusztáv, erős a csatornád, úgyhogy grat, az AVP játékhoz lenne egy ötletem. A 2007-es AVP filmekben kb. 25. percnél elhangzik az Itt a kanál is. Meg lehetne fogni valami menő intrónak ezt a mondatot. Kérdésem lenne, van-e rá esély, hogy Genesz többet szerepel facecammel? Szeretem az egyszerű nem tudom és hasonló válaszait, illetve a bérgyilkos mimikáját. Milyen bérgyilkos mimikája? Illetve lesz a Rise Son of Rome, és hogy mennyi AVP live lesz még, mert szívesen beruháznék a játékra, évekkel ezelőtt már kitoltam a single részét. Válaszolt szerintem Genesz neked erre kommentben, azt most bevágjuk ide. Aztán a következő kérdésed az volt, hogy ugye, hogy lesz, szerepelni fog többet a facecammal meg ilyenek. Kellenének közös live-okkal, ugyanúgy, mint Gabbal, ketten itt ülünk a gépnél, lesz ilyen, főleg 2 személyes régebbi retro SNES-es Super Nintendo-s vagy akármilyen olyan játékok, ahol ketten lehet egy gépnél ülni, szóval ez tervben van. Illetve lesz ez Rise Son of Rome, szerintem igen, és hogy mennyi AVP live lesz még, mert szívesen beruháznak. Igen. Lesz sok AVP lesz, bár ez 4 hónappal ezelőtti kérdés, de azóta is toljuk, úgyhogy persze. Harmadik kérdés, Bandié. Szereted megkenni piros arannyal? A következő kérdésünk GK Vibrátor Full Gamer-től jött. Aki azt kérdezi, ide lehet kérdezni, mert ha ogen, akkor PLS csinálsz olyan videót, hogyan teszed be a cachtot PLS. A következő kérdésünk, ha lenne nagyon sok pénzed, akkor hová utaznál szívesen és miket csinálnál? Lehet valóságtól elrugaszkodott válasz, meg valóságos is. Mondja meg Milan Kaizentröffer, aki ugye 4 hónappal ezelőtt kérdezte ezt a dolgot. Nagyon sok pénzed, hova utaznék és miket csinálnék? De én nem nagyon utaznék, én valószínűleg az összes pénzt akkor abba ölném bele, hogy olyan dolgokat tudjak vásárolni a YouTube-ozáshoz, amik tényleg brutálisak. Egy nagyon brutál gép, rengeteg játék, olyan kamerák és eszközök, amikkel tényleg ott kinn is lehetne rohadt jó videók, hogyha nektek tudjak tartalmat gyártani a csatorna fejlesztésére. Gyerekek, tényleg ezt tudom mondani, hogy ez érdekel, ezzel foglalkozunk itt 024-ben Genesszel. Tehát medence, villa, autó, ilyesmit nem kellenének. Max azért, hogy azt is levideózzuk nektek. 6. kérdésünk, ami nem is kérdés igazából, de a végén ott van egy kérdés, Csenge Vizsi Csenge kérdezi. Guszti, te olyan a Guszti vagy ma, ugye érted? Igen. 7. kérdésünk, hellosztok, hashtag nivekerek. Ó, egy nivekes. Szereted a kocsákat? Te vagy a legjobb. És a nivek? Szeretem, igen, most van is nekünk, nem tudom, 6 darab van, mert az egyiket fej nélkül találtuk meg az udvaron fényes nappal. Valami állat úgy döntötte, hogy elviszi a fejét. Brutális a vidék, gyerekek, brutális a vidék. Azt hiszem van is róluk régebbi videó.
Nyolcadik kérdés. Kristóf GK Titán. Uszi, már fél éve nálad vagyok, és egyszer se kaptam még korbácsolást. Komolyan, ha valaki, aki nem ismer minket, ezt hallja. Erre. Kaphatok egyet? Parancsol. Ja, és levadászlak, ha nem lesz Happy Wheels. Kurva életbe. Mi volt gyerekkorodban az álmod? Milyen szereplés és dolgok? Gitározás, énekelés, stb. Ez teljesült, úgyhogy nem szóltok ezt. Szók se gyereke. Én troll vagyok? Ezt te tudod életem. Próbáld ki ezt a játékot, Welcome to the Game. Ha még már kipróbáltad, akkor semmi. Papival volt már... És még egy találós kérdés. Miért megy fel a... A villanypóznára. Hogy megbassza az áram. Haha, ciao. Kilencedik kérdésünk Erdei Eriktől jött, aki azt... Ez hatalmas jó név. Egyébként nagyon jó a neve. Hello, Guszti, kedvenc kajád és italod? Szerintem sima víz, nem vagyok nagy alkesz, és húsleves, vagy rántott hús. Rántott hús húslevessel. Tizedik kérdésünk Bencétől jött, aki azt kérdezi, Guszti, neked hány centiméter? Ha? Tizenegy a topozom. Második kérdés, Gerenc és Gap hány évesek, ha szabad tudni? Lehet, hogy nem szabad. Harmadik kérdés, miért nincs nudista live? Még lehet. Negyedik kérdés, megölsz, ha elmegyek a házatokhoz, becsöngetek és elfutok? Én nem biztos, de a többiek lehet, hogy igen. Mert tudom, hol laktok, figyeltelek titeket. Korosz nevetés, köszi, ha beolvastad. Oké. Okay. Tizenegyedik kérdés, gaming kanál is hány barátnőd volt? A gaming kanálisnak szerintem még egy sem. Skita Mihály, nem tudom jól mondom a nevet, kérdezi, Haligusz, jó ideje figyelem a kanál, és nagyon teljes, sokoldalú csatorna, annyira sokoldalú, hogy az már gömb. Ratérte a készítőknek, Y. Ja. A kérdésem vajon, van még ötletetek, ami még színesebbé teszi a műsort, és lehet-e beszélni róla? Korban hasonlóak vagyunk, és nagyon elnyerte a tetszésemet a munkásságotok, így tovább. Köszönjük neked, figyeljön! Igen, sőt, igazából annyi ötlet van, és annyi mindent csinálunk, mindenki tudja jó, hogy olyan elkezdett sorozataink vannak, mint a GK gondolatok, a mai kamu, a gyakori hülyeségek, a játékok real life verzió, tehát nem is tudjuk őket csinálni, annyi van, így van, amikből csak így fél évente jön ki részvenyen, szóval iszonyat sok mindent csinálunk. Ötlet rengeteg van, megvalósítani alig bírjuk, alig van idő, és egy csomó eszköz hiányzik ezek közül sokhoz. 13. kérdésünk, Sajdik Peti, miért nincs több zene, lesz őtőlük él a YouTube? Hát az már van, és 4 hónappal ezelőtti a kérdés, azóta már volt több zene is. 14. kérdés, Hidraul 1-3-4-től jött, Guszti, kérdezhetek valamit? Köszi, már meg is volt, na ciao. Na ciao! 15. kérdés, Prix GK Csanád. Ó, a régi logónk van neki. Mikor lesz live? A hétvégén. Vamos a la playa? Igen. Harmadik kérdés, kaphatok korbácsot? Ja, kirbácsot, az mi? Negyedik kérdés, nincs. Jó. 16. kérdésünk, nók vagy fiú? Mi az a nók? Kutya vagy macska? Livestream vagy vidi? Ark vagy calling? Szerintem erre mindegyikre azt tudom mondani, hogy mindkettő. Az elsőre nem. Hány éves vagy? 43. Kaphatok 100 korbácsot? Parancsolj mindent a nézőkért. 17. kérdésünk, Sebastian Barna, melyik a kedvenc gyümölcsöd? Talán a narancs. Genesz, köszön nekem? Genesz, köszönsz neki? Nem. Age of Empires 3 lesz még? Ó, igen, lesz, most fogom felrakni megint. Válaszod előre és köszönöm, nincs mit. 18. kérdésünk, mennyit kerestek a videózásra? Jó, sokat, csak nem találjuk. Van barátnőd, lesz Code 4 a nézőkkel? Mind a kettő kérdést homály fedi. Code 4 nincs meg nekem sajnos. 19. kérdés, Hello Guszi, ez a kérdés Genesznek szól. Ja? Bocs.
Genesz, te neked melyik a kedvenc gamed, és melyik a kedvenc állatod Arkban, és Genesz, kaphatok tőled korbácsot? Egy kócos a hajam hozzá. Mi a kedvenc állatom? Kedvenc játék, Half-Life, kedvenc állat, Guszti. Nem kaphatsz korbácsot. Nem kaphatsz korbácsot. Dante 1924 kérdezi, lesz a közeljövőben találkozó nézőkkel? Bizony 2016, 11. hó 26, PlayIT vagy PlayIt Hung Expo Budapest. Szokott lenni Tajkán a Somogyi kocsmába is, és ott mindig egyedül ülök egy sörrel, és nem jön el senki. Azok a legjobb partik! Guszti nagy kolbia! Én nem kérdezem, hogy mi mikor lesz, én csak annyit mondok, rohadt jó vagy. Fú, de jó vagy. Miért kezdted el a YouTube-ozást, kérdezi No Para? Hát, elkezdtem anno azért, hogy te ezt a kérdést most feltehesd, és most gyakorlatilag végeztem, megszüntetjük a csatit. Sziasztok! Ja, elfelejtettem mondani, hogy a következő Q&A-hez a kérdéseket, lehet, hogy mondtam az elején, de most mondom még egyszer, következő Q&A-hez a kérdéseket ide írjátok le, és akkor fogunk jelentkezni a hetedik résszel, hogyha jól tudom. Legyetek jók!